Vásárhelyi Mária a vendégem, jó estét kívánok! Jó, olvashatunk HVG-n ma egy komoly összeállítás, nagyon sok kutató megszólalt, hogy miért is van a számok mögött, mi lehet, tehát mi mindenért vándorolnak ki az emberek és keresnek munkát máshol, és egy véleményt agyosszak meg önnel, egy szociológus véleményét, a politikai klíma, a rossz közhangulat vagy a direkt adminisztratív eszközök csak kismértékben gyakorolnak közvetlen befolyást a migrációra, ez igaz? Hát nyilván hozzájárulnak a migrációhoz, tehát egy ilyen rossz hangulatú, depressziós országban szerintem fiatalnak lenni nem egy nagyon nagy élmény, de az tény, hogy alapvetően azért az egzisztenciális gazdasági szempontok határozzák meg, hogy mennyien mennek el egy országból, meg a perspektívák, tehát legalább olyan fontos az, hogy milyen jövőt látnak maguk előtt, mert itt azért elsősorban fiatalokról beszélünk, őket érinti most alapvetően. Most róla beszélünk, a 18-49 éves korosztályról beszélünk, és ez egy KSH adat, ez a 335 ezer ember, aki hosszabb ideje már külföldön tartózkodik és ott dolgozik, de én azt hiszem, hogy ennek egyébként, ha nem is többszöröse, de biztos, hogy többen vannak, akik mondjuk határmentén időszakosan járnak át, vagy napi szinten járnak át dolgozni, mondjuk vagy bármelyik szomszédos országba. Nem tudom, hogy mi a társadalomnak a tűrőképessége. Tehát az biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy alkotmánymódosítás nem késztet ezreket arra, hogy na, hogy én megyek ebből az országból. De amit mondott, hogy egzisztenciális kérdések, de akár a rossz hangulat is, mennyi ideig tűr általában egy társadalom, hogy majd csak jobb lesz, hogy azt mondja, hogy nekem itt nincs perspektívám, én nem megyek. Hát a magyar társadalom meglehetősen reményvesztett, ez az apátia is mutatja, amit a közvéleménykutatási eredményekből láthatunk, és a fiatalok helyzete pedig különösen tragikus sok szempontból, persze egész Európában komoly problémák vannak, alapvetően a munkalehetőségek tekintetében. Nálunk az a probléma, illetve nem csak nálunk, hanem hát azért ezzel szembe kell nézni, hogy az egész régióban probléma, hogy a legképzettebb, a leginkább piacképes tudással rendelkező, a legdinamikusabb tagjai mennek ellen ezeknek a korosztályoknak. És ami én azt gondolom, hogy szintén tetten érhető, hogy valamilyen módon a kormányzati politika támogatja azt, hogy elmenjenek ezek a fiatalok, nem csak, hogy nem tesz semmit annak érdekében, hogy itt maradjanak, mert most a Túró Rudi nyilván nagyon vonzó, de azért hát nem ezt biztos, akartam hogy... mondani, hát hogy ne tenne, hiszen a de Kereszténydemokrata Ifjúsági Szövetségnek van egy honlapja, ez a Gyere Haza, és akkor ott fel vannak sorolva dolgok, hogy miért például a Túró Rudi is. Igen, de hát ez teljesen nevetséges. A mai fiatalok rettenetesen súlyos egzisztenciális problémákkal néznek szembe, És emellett én szerintem van egy tudatos törekvés is arra, hogy megszabaduljanak a kormánypártok azoktól a nyugatias gondolkodású, kritikus gondolkodó fiataloktól, akik mondjuk nem a kormánypártok szavazói. Ez egyébként nem egy egyedülálló jelenség. Tehát azt mondja, hogy ez akár még generált is lehet? Igen, bizonyos értelem, tehát az, hogy nem bánják, hogy elmennek ezek a fiatalok, az biztos, mert ha bánnák... Mondják a levegőt? Vagy... Hát így, meg hát nem az ő szavazóik. És azért ez nem példanélküli, tehát éppen most olvastam egy tanulmányt arról, hogy több ilyen eset fordult már elő a világ politikában, hogy bizonyos települések vagy országoknál tehát olyan politikát folytattak, ami a hatalommal szembeni kritikusan gondolkodó rétegek tagjait elűzte onnan. Tehát ez egy létező modell, nem teljesen életidegen, és én úgy gondolom, hogy a kormánynak egyáltalán nem fáj a feje amiatt, hogy elment innen mondjuk 2-300 ezer olyan fiatal, akinek nem tetszik a rendszer. De visszajönnek 2014 áprilisában egy napra? Hát nem fognak visszajönni, vagy egy jelentős részük nem fog visszajönni, mert először is azért nagyon nehéz egy új életet elkezdeni, és szerintem ezeknek a fiataloknak a döntő többsége nem akart, tehát nem azért megy el, mert ő el akart menni ebből az országból, hanem mert olyanok a körülmények, hogy el kell mennie. És azt gondolom, hogy egyre inkább el fognak szakadni ettől az országtól, ez elkerülhetetlenül így van. Hát ott azért egy új egzisztenciát fölépíteni egy teljesen idegen országban, ez borzalmasan nehéz, ez csak innen látszik olyan egyszerűnek.
szerintem a fiatalok döntő többsége szívesebben maradna itthon, hogyha egyrészt valamiféle biztonságot, másrészt perspektívákat látna maga előtt. Gondoltam egyébként, hogy azt a fiatal embert, aki idehozott engem, beküldöm magam helyett, aki egy 26 éves fiatalember, és most mondta el, hogy ezen a nyáron a teljes egzisztenciáját felszámolja itt, mert egyszerűen annyira bizonytalannak érzi jövőtlennek, és kimegy Ausztriába, ahol őt abszolút megbecsülik azzal, hogy mindenféle járművekre van jogosítványa. Ott nagyon sokra tartják ezt a képzettséget. Igen, közben ezzel gondolkodtam, amikor mondta, hogy egzisztenciális kérdések, hogy ez mindenképpen a jövőről szól. Mert hogy egyetemista főiskolás korunkban csórók voltunk? Hát hogyne. Tehát nem az bosszantja egy főiskolás egyetemista fiatal embert, hogy most éppen nincs pénzem, hát nincs keresetem, honnan lenne pénzem, szüleim pénzén élek, a fiatal életmódomhoz kéne is még egy kicsivel több, de hát nincsen. Szóval ezen mindannyian átestünk, és ez nem erről szól, nem arról szól, hogy valaki most ez alatt a 4 vagy 5 év alatt kevés pénzből él, hanem arról szól, hogy amikor vége ennek a 4 vagy 5 évnek, akkor lát-e valamit, hogy kezdi el az életét, lesz-e lakása, tud-e családot alapítani, lesz-e keresete, nyilván ez az egészet megelőzi. Tehát ez az, ami motiválhat embereket arra, hogy menni vagy maradni. Persze, hát szerintem a két legfontosabb dolog az emberek életében a biztonságérzet, és az, hogy perspektívákat lássanak maguk előtt. És ma a fiatalok döntő többségének ez nincs, pont éppen ez hiányzik az életéből. Tehát nem pillanatnyi anyagi előnyökért cserélik föl a hazájukat egy idegen országra, hanem egyszerűen azért, mert úgy érzik, hogy itt nem tudnak családot alapítani, soha nem fognak lakáshoz jutni, és nem is becsülik meg igazán a munkájukat. Hát akkor az a szomorú következtetés vonható le ebből a számadatból, ez a 335, de ez más számítások szerint inkább 500 ezer. Igen, például Matolcsi György is ennyire becsülte. Ő egy másik számot tud, mint a KSH, hogy ők nem akarnak visszajönni. Nem akarnak visszajönni, mert nyilván olyan nehéz ott megteremteni egy új egzisztenciát, hogy és új életet. Eladni, és nincs feladni. Miért visszajönni, valljuk be őszintén. Tehát én úgy látom, és sajnos a fiatalok is úgy látják, hogy a szakmai tudásnak nincs igazán becsülete, hogy az egész politika arról szól, hogy a tudásalapú társadalom helyett az úgymond munkaalapú társadalmat kell megteremteni, ami hát teljesen szánalmas filozófia azért a 21. század elején. Iparkamara elnökének a gondolatait azt örökre megegyeztük, hogy ha valaki a satópadról álmodozik és nem akar történelmet tanulni, akkor ne kelljen történelmet. De lehet, hogy esztergógépek vannak, tehát nem kell történelmet tanulni. És ezért mondom, hogyha ezekből a mozaikokból összerakjuk ezt a történetet, akkor azt kell gondolnunk, hogy ez egyáltalán nincsen a jelenlegi hatalomnak ellenére, hogy ezeket a kritikus, nyugatos gondolkodású fiatalokat távol tartsák mondjuk a szavazástól. Mert másrésztről egyébként, hogyha 3, 4, 500 vagy akár 1 millió fiatal és hosszabb, rövidebb ideig megfordul valahol a világba és gyarapítja a tudását, a tapasztalatát, de bizton tudjuk, mert ő is tudja, hogy vissza akar ide jönni, és azt a megszerzett tudást, a gyarapított tudást itt fogja használni, az egy nagyon jó dolog, tehát lássa hát világot természetesen, mindenki. Természetesen, de ez nem arról szól, ez arról szól, hogy valóban új hazát keresnek maguknak ezek a fiatalok, mert nem látják itt biztosítva a jövőjüket. Nem mondom meg, hogy ki mondta, mert egy nagyon ismert ember, de azt mondta nekem nem oly rég, hogy ő úgy hagyta el a hazáját, hogy itthon él. Hát talán ez a mondat. Én nekem is ez volt a tapasztalatom egyébként, és ebben biztos is vagyok, hogy ez az első generáció, aki elmegy ebből az országból, ez soha nem fog új hazát találni, tehát nekem meg azt mondta egy ismerősöm, hogy az az okos ember, akinek a szülei emigrálnak. Tehát a második generációnak már jó lesz ez, azoknak, akik itt nőttek föl, itt szocializálódtak, biztos, hogy soha nem lesz olyan boldog és teljes az életük, mintha a saját hazájukban élnének. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Találkozunk holnap este, most rövidesen 9:05 perccel kezdődik a híradó. Maradjanak velünk, viszontlátásra.